Üdvözlet mindenkinek és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba huának. Valószínűleg sokan emlékeztek a Pitch Black amerikai filmre, mely 2000-ben került bemutatás és a magyar címe 22 évent a sötétség. Néhány érdekességet szeretnék bemutatni ezzel a filmmel kapcsolatban. Pitch Black egy kifejezés az angolban azt jelenti, hogy teljesen sötét valami. Magyarul talán vak sötétnek lehetne lefordítani. Sokszor az az ember érzése, hogy rengetegen megnézik ezeket a videókat, azonban az üzenet csak úgy elmegy az ember feje fölött. Hogy mutassak valamit, ez jobb könyve, 29-es fejezet. Így szól jobb. Óvaj, ha volnék olyan, mint a hajdani hónapokban, mikor Elohim őrzött engem. Visszagondol a nehézségei előtti időszakra, amikor ő úgy fejezi ki magát, hogy Elohim volt az, aki őrizte ő. mikor az ő szövétneke vagy lámpás a fény lett a fejem fölött, világosságánál jártam a sötétséget. Ez a lámpás érdekes módon szó szerint azt jelenti, hogy az élet vezetője. A nun karakter jelenti az életet, rés pedig a vezetőt vagy a fejet. A fény, a lámpás, ami vezeti az életet. Azért mondom, hogy világosság, mert ez a szó or azt jelenti, hogy világosság, a sötétség pedig ha sek, szó szerint sötétséget jelent, vagy egy sötét helyet. Mikor Elohim őrzi az embert és gondját viseli, akkor az ő lámpásának a világosságánál tudunk járni. Ez az, ami vezet minket a sötétségben. A történet egy bolygón játszódik, ahol 22 évente teljes sötétség köszönt be az ottani naprendszer alakulása miatt. A főszereplők ebben a sötétségben kalandoznak és küzdenek egy idegen faj ellen. Amint megszűnik a napfény, a föld alól felszínre bújnak ezek a szörnyetegek. A film maga az felejthető, de már akkor is feltűnt egy jelenet, amelyet szeretnék most megmutatni, melyet én különösen hatékonynak és izgalmasnak találtam. Mielőtt azonban neki mennénk ennek a jelenetnek, néhány szót ejtenünk kell a főhősről idézőjelbe, kinek neve Richard B. Riddick. Riddick egy bűnöző, egy gyilkos, akit éppen egyi börtönből a másikra szállítanak, miközben balesetet szenvednek, és lezuhannak ezen az ismeretlen bolygón. Ha megnézzük a nevet, akkor kiderül az, hogy Richard az egy bátor uralkodó, mely egy germán eredetű név. Riddick azonban nem olyan egyszerű. BehindTheName.com szerint Riddick jelentése rabló kihelyezett települése, vagy helyőrsége. Redik szintén egy összetett szó, és ez a Red, illetve Wick, vagy Dick szavak összevonásából áll. A Red az valószínűleg rablókat jelent, de jelenthet pirosat is, vöröset, vagy hajat, vagy pedig bőrszint. A Wick pedig egy kihelyezett települést, vagy egy helyőrséget jelent. Ez a karakter tehát egy hatalmas, bátor, uralkodó ezen a vörös településen vagy helyőrségen. Vörös az a tűz, illetve a vérnek a színe erővel vagy energiával, háborúval, veszéllyel, hatalommal, elszántsággal, lelkesedéssel, vágyjal vagy pedig szerelemmel hozható összefüggésbe, illetve ezt szimbolizálja. Ha ismerjük a nevet, akkor jobban értetővé válik számunkra ez a karakter, illetve az egész filmnek az üzenete. Beköszönt a sötétség tehát erre a bolygóra, és előjönnek ezek a szörnyek a föld alól, ráadásul egy csapat embernek át kell vágni, Járművek nélkül ezen a területen, annak érdekében, hogy el tudják hagyni. Idézőjelbe téve szerencséjükre azonban velük van Ridik, akinek az egyik különleges képessége az a gyengesége. Ez a gyengesége azt jelenti, hogy nem nagyon lát napfényben, valamiféle szem átalakító műtétnek ez a következménye. Ezért, amikor napfényben van, kénytelen ezt a heggesztő szemüveg formát viselni. A helyzet azonban megváltozik, amint beköszönt a sötétség. A Rédik ugyanis nagyszerűen kiismeri magát a sötétben, és az ő látása ekkor válik igazán hatékonyá. Ezt a képességet eyeshine hívják a filmben. Ez pontosan azt jelenti, amit láttunk itt a képen, a szemnek a ragyogása. Egy látó képesség. Ez a történet, amit eddig megismerhettünk, mint ahogy a legtöbb film, végső soron visszavezethető bizonyos elemekre, melyeket az írásokból vagy az úgynevezett Bibliából ismerünk, Hagyj mutassam meg ezt. A sötétség és a világosság ellentéte, illetve a kettő harca, az egy olyan szimbólum, amely végig vonul az írásokon, a kezdetektől a leges legvégéig. Az első dolog, amit Ábia a földön teremtett, az Beresit, vagy egy Mózes első fejezet hármas versben a világosság. Ez volt az egyetlen dolog, amelyet az első nap alkotott. Azt mondja: Legyen világosság, és lőn világosság, és látá Elohim, hogy jó a világosság, és elválasztá Elohim a világosságot a sötétségtől. Nevezi Elohim a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezi éjszakának, és hát este, reggel az első nap. Talán a legismertebb leírása a Husáham vagy a megváltónak az János vagy a Hukanan első fejezetben található. Ezt valószínűleg azok is ismerik, akik egyáltalán nem is foglalkoztak még az írásokkal. Ez így szól kezdetben vala az ige, és az ige vala Elohimnél, és Elohim vala az ige. A négyes versben aztán így folytatja, ő benne volt az élet, és az élet volt az embereknek a világossága. Ez a fosz vagy fotosz, Fény vagy világosság ugyanaz az or, amiről olvashattunk berosít egymózes első fejezet hármas versben, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Nem sokkal később a hármas fejezetben aztán a megváltója Hüsáham Masiák Nikodémusszal tárgyal. És így szól hozzá a 19-es versben, ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság világra jött és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak valára. Riddick egy speciális szereplő ebben a filmben, aki szereti a sötétséget a világossággal szemben, hiszen ő jobban eligazodik a sötétségben, ő itt lát, igazán. Hasonlóan sok más filmhez a Pitch Black vagy 22 évente sötétség sem szerepeltett igazán pozitív hőst minden karakter a jó és a rossz vagy gonosznak valamilyen arányú keveréke. Ridik ennek az iskola példája, de ez igaz az összes többire. Annak ellenére, hogy ez egy bűnöző, egy sorozatgyilkos, mégis ő az, akért izgolunk, és akinek a sikerét szeretnénk látni a végén. János 3. fejezet így folytatódik, mert minden vagy mindenki, aki hamisan cselekszik, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek, reprezentálván Riddick az emberiséget. Az ember az, aki szeretne a sötétségben maradni azért, mert azt gondolja, hogy így a cselekedetei azok nem lesznek majd láthatók, elfeledvén azt, hogy Elohim lát a sötétben, és ő tudja a cselekedeteinket, és ismeri a szívünket. Riddick tehát nem csak az emberiség, hanem egyben az anti vagy az Antikrisztus is, az a gonosz, az anti karakter, aki aztán a film végére jóvá változik, levetkőzi a korábbi ényjét, az emberekkel együtt harcolva győzelemre vezeti őket. Zsoltárok 36-os fejezetben, lém 36 ez, ezt olvashatjuk a tízes versben, mert nálad van az életnek forrása, szól ugye Elohimhez, Dávid, a te világosságod által látunk világosságot. Mi, Elohim követői, ő általa, az ő szava által tudunk a sötétben eltájékozódni, a sötét pedig maga a világ, míg ez a karakter a saját képességeire van utalva, megjelenítve mindenkit, aki a világban él és a világ szabályai szerint él. Ridik annak a különleges képességnek a segítségével tájékozódik a sötétben, és vezeti az embereket, ahogyan Jehusá Mashiach a megváltó vezette, illetve mind a mai napig vezet minket, akik hajlandók vagyunk őt követni. Az emberiség tehát ezen karakter vezetésével tájékozódik a sötétben, és menekül ezek elől a szörnyek elől, melyek a spirituális világot reprezentálják azokat, az erőket, melyek a sötétben működnek, azokat a démoni erőket, illetve a bukott malachimot, vagy a bukott angyalokat, kik azon mesterkednek, hogy az emberiséget letérítsék a helyes útról, hogy félrevezessék és elpusztítsák itt, illetve a következő életbe. Ezért nagyszerű számunkra azt olvasni Zsoltárok Tehelim 119-es fejezet 105-ös versben, hogy az én lábamnak a szövét, neke a te igéd és az én ösvényemnek a világossága. Abjahua az atya elküldte az ő szavát, hogy az ő igéje legyen, ami lábainknak a világossága, és a szövétnek, mely világít számunkra is mutatja az utat, a sötétségben, ami a világ. Példabeszédek hatos fejezetben a 23-as vers majd, hogy nem szó szerint megismétli, mikor azt mondja, mert szövétnek vagy lámpás a parancsolat és a tudomány világosság, ez a tora, ez a tudomány, a tora a világosság, és életnek útja a tanító fedések. Ebből a szövétnekből vagy lámpásból a tora az, ami világít, ennek az oktatása pedig az életnek az útja. Ez az, ahogyan mi el tudunk igazodni a világban. A világ, ez a sötét hely tele ezekkel a szörnyetegekkel, amik csak arra várnak, hogy valaki elkószáljon a csoporttól, és aztán azt el tudják pusztítani. A lámpás a kezünkben, az pedig maga a Teremtőnek a szava amennyiben az ember letér a helyes útról, onnantól kezdve ki van szolgáltatva ezeknek a szörnyetegeknek, vagyis a spirituális birodalomnak, és azok azon fognak dolgozni, hogy letérítsék a helyes útról és elpusztítsák. De figyeljük meg, hogy mi is az, amit ír Ézsaiás vagy Jese Jáhu 49-es fejezetben Jahusáham Hamashiachról szóló profécia, így szólja Hua, Kevés az, hogy nekem szolgám légy a Jahób nemzetségeinek megépítésére és észre el megszabadultjainak visszahozására, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy szabadításom a föld végéig terjedjen. Mikor arról beszél, hogy világosságul adtalak, a népeknek arra gondol, hogy elküldte az ő szavát, amiről olvashattunk, Jehokanon vagy János első fejezetben az imént, hogy egy világosság legyen, és visszavezesse az embereket a helyes útra, Ábia az életbe. Ezek az emberek itt pontosan ezzel a harccal találják magukat szembe, és ezekkel a lényekkel. Az igazi világosság az, ami visszavezet minket Ab Yahuához. Végül is értelmezhetjük szó szerint is ezt ebben a filmben, és mondhatjuk azt, hogy ez reprezentálja a Mashiachot, ab a szavát, úgy mint Ridik, ez a szökevény, ez a gyilkos, aki lát a sötétségben, aki vezeti az emberiséget, vagy pedig az anti aki a hamis világosság, vagy ez a hamis segítő, akit az egész emberiség követ. Pontosan ez az, ahol a probléma rejlik ezekben a filmekben és történetekben, mégpedig, hogy összemosódik a jó és a rossz. A rossz egyszer csak megváltozik, és jó lesz belőle, ezzel önmagában még nem is lenne probléma, hiszen mindannyian megváltoztunk. A különbség azonban az, hogy bizonyos értelemben változik meg, ez a gonosz karakter még pedig abban az értelemben, ahogyan a világ definiálja a jót és a rosszat. Nem pedig úgy, ahogyan az írások és a teremtő azt meghatározza nekünk. A jó és a gonosz, tehát relatív, és az ember az, aki meghatározza, hogy melyik, micsoda. Eltűnik az abszolút morális kód. Nincsen már mérce, amihez igazodni tudunk, hanem mindenki a saját, szubjektív értékrendjéhez próbál meg igazodni. Ezért lehetséges az, hogy egy gyilkos igazából nem változik meg, de mégis jónak tűnik csak azért, mert a mi saját, szubjektív morálunk szerint a cselekedetei elfogadhatók. Van egy másik párhuzam, amit húzhatunk az írások, illetve a film között. Az pedig az, hogy az emberek akik követik Hua előírásait, és akiket ő vezet a Szent Szellem vagy a Ruach segítségével, azok olyanok lesznek, mint a ridik a világban, és látunk a sötétségben, hiszen az ő világosságát követjük. Az igazi követői Yahusha Hamashiachnak, a megváltónak olyanok, mint amilyenek ezek a karakter a filmben. Gonoszból megváltoznak, és jók lesznek, és ők látni fognak a sötétségben, és vezetik a többit, mint a világ világossága. A film egy torz képet ad erről, de azt szerettem volna, hogyha mindenki látja, hogy lehetetlen eltérni az írásoktól, és minden, amit Ábjáhua alkotott, úgy van kitalálva, hogy az az egész életünket átszövi minden egyes területén annak. Az ő szavától egyszerűen csak nem tudunk elmenekülni és elszakadni. Bármennyire is próbálkozik az ellenség kicsavarni ezt a történetet, Ábjáhua mindig képes lesz nekünk mutatni valamilyen tanulságot abból. Azért, mert ő találta ki ezt a rendszert, így az ő szabályrendszere áthatja és átitatja azt, nem lehet megkerülni. Figyeljük, hogy mi az, amit mond 45-ös fejezetben az 5-ös verstől ez Jesse Jahu vagy Ézsaiás. Én vagyok jahu, és nincs több rajtam kívül, nincs Elohim. Felöveztelek téged, bár nem ismerél, hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kívül, én vagyok jahu, és nincsen több. Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, aki békességet szerzek, gonoszt teremtek, én vagyok Jahua, aki mindezt cselekszem. Őt egyszerűen csak nem lehet ebben a rendszerben megkerülni, hiszen ő az, aki ezt kitalálta. Az ő üzenetét mindig el fogja juttatni azokhoz, akiket ő kiválasztott, akiknek a szemét felnyitotta és levette azt a leplet róla, hogy lássanak a sötétségben és vezessék a többi embert az üdvösségre vagy a szabadulásra, ahogyan Riddick teszi azt a 22 évente sötétség című filmbe. De itt még nem értek véget a párhuzamok, azt mondja ez a poster, hogy fight evil with evil. Ez szó szerint annyit tesz, mint hogy gonosszal harcolni a gonosz ellen. Abjahua mindig segíteni fog azoknak, akiket ő kiválasztott. Saul, vagy Pál a rómaiakhoz írt levélben a 12-es fejezetben így ír. Senkinek gonoszért, gonosszal ne fizessetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet a ma haragnak, mert megvan írva enyém a bosszú állás, én megfizetek, ezt mondja Jahua. Magyarán szólva, mi nem harcolhatunk a gonosz ellen, Gonosszal. Ha visszatérünk egy pillanatra a Jobb vagy Jobb könyvéhez a 31-es fejezetben, ugyan ezt taglalja. Ha örvendeztem az engem gyűlölőnek nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte, de nem engedtem, hogy szájam védkezzék azzal, hogy átkot kérjek az ő lelkére. Mindezeket a bűnös az, a gonosz az, aki teszi. Mi nem örvendezhetünk a minket gyűlölőknek a kárán és nem is átkozhatjuk őket meg. Nekünk egyszerűen csak félre kell állnunk az útból, és hagyni, hogy abja elintézze azt helyettünk. Mi lennénk a világ világossága? Azt mondja a Hussá hogy úgy fénylik a ti világosságotok az ember előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A mi szerepünk, a mi funkciónk ebben a történetben, az, hogy kövessük az ő világosságát, és azokat a cselekedeteket hajtsuk végre, amiket a megváltó bemutatott nekünk. Hiszen ő az Atya világossága. És ha mi úgy cselekszünk, akkor mi leszünk a világ világossága, és az emberek majd rajtunk keresztül meg tudják ismerni az Atyát. De mi nem harcolhatunk a gonosz ellen gonosszal, hiszen akkor mi magunk. Gonosszá válunk a cselekedeteink miatt, nekünk csak félre kell állni az útból, és hagyni, hogy jahua elintézze azt. Ezért figyelmeztet minket Kefa, vagy Péter is ugyan erre, hogy nem fizetvén gonosszal a gonoszért, első levél hármas fejezet, avagy szidalommal a szidalomért. Ez a gonosz, ez kakosz, de egyébként ez Ra vagy rassá a héberben. Rossz, gonosz, züllött, gyalázatos, ártalmas, ócska, értéktelen, hitvány. Az ellensége az, aki azt akarja, hogy mi a saját eszközeinkkel vegyük fel a harcot ellene és a világ ellen, mert tudja, hogy akkor elfogunk bukni, hiszen olyanok leszünk, mint ő és a világ. Nekünk meg kell maradnunk a tora által kivilágított úton, és hagyni, hogy a hua győzze le az ellenségeinket. Lehet, hogy túl gyorsan elsiklottunk e fölött, de ezért mondja azt Saul, hogy adjatok helyet a ma haragnak. Azáltal, hogy mi félreállunk az útból, és nem próbálunk harcolni az ellenség eszközeivel, helyet adunk Abja Huának, hogy elintézze helyettünk a problémát. A világ a feje tetejére állt, és ez egyértelműen bizonyítja azt, hogy az ellenség az, aki uralkodik a fölött. A sötétség Ahogyan ezen a bolygón is, a mi világunkban is, egyre gyorsabban növekszik. Ez most már szerintem mindenki számára, vagy legalábbis a legtöbb ember számára egyértelmű. Azok a változások, melyek a világban végbe mennek, annak köszönhető, hogy az emberiség inkább a sötétséget választja, mint sem járjon a világosságban mindenben hajlandók vagyunk hinni, az ufóktól elkezdve a felemelkedett mesterekig, a szkíták, a sámánok, a turulmadarak és a holografikus univerzumon át, egészen a szimulációs valóságig csak ne kelljen járnunk a világosságban, ami a teremtő szava, az ő instrukciói, az ő tanítása, az ő torája az emberiség számára. De nem erről volt szó, amit már olvastunk, hogy ez a kárhoztatás, hogy a világosság világra jött, az ő szava, az ige, ami köztünk járt, eljött ebbe a sötétségbe, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Imádjuk a sötétséget, mert azt hiszük, hogy az elrejti a gonosz cselekedeteinket inkább az ember a földbe dugja a fejét, csak ne kelljen szembesülni azzal, hogy mennyire rossz úton jár. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Ezért járnak a sötétségben ezek a karakterek, reprezentálnak minket a világban. A kiutat is megmutatják számunkra, a világosság az, ez a világosság nem más, mint a teremtőnk és az ő szava, ahogyan azt a jobb 33-as fejezetben írja. Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi. Ahogyan elfordítja a gonoszt, annak az útjától és rátereli az igazságnak az ösvényére. Így láthatjuk meg az örökké való csodálatos világosságát. Ennek a filmnek van egy spirituális üzenete, és ez az, amit most itt megfejtettünk. Történetünk során, mely össze van foglalva az írásokban, melyet úgy ismer a világ, hogy a Biblia, egyre távolabb és távolabb kerültünk a teremtőnktől, úgy, hogy eljutottunk onnan, hogy velünk együtt járt a kertben, odáig, ahol ma vagyunk, hogy szinte senki nem is ismeri, még csak a nevét sem. Együtt járt Ábrahámmal, még megjelent Jécaknak, Jakóbnak, a királyoknak egy idejét utána már csak profétákon és bírókon keresztül vezette a népét, majd elküldte még végül a fiát, hogy teljesen kivonuljon a világból, és csak azokkal kommunikáljon, akik hajlandók őt teljes szívükből keresni. Ezért van az, hogy a világ a feje tetejére állt, és minden, ami jó lenne, az majd, hogy nem gonosz, és mindaz, amit a teremtő gonosznak ítél, ma már ünnepeltetik. Erre figyelmeztetett minket Jási Jáhú vagy Ézsaiás az ötös fejezetben, jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Ez pontosan az, amit az emberiség közös erővel az egész történelme során véghez vitt már annyira ostobák lettünk, hogy elfelejtettük azt is, hogy van egy spirituális birodalom, amely uralkodik a fizikálisan. Már elhittük azt, hogy mi vagyunk a világegyetem urai. Mi vagyunk azok, akik a cselekedeteinkkel a sötétséget magunkra húzzuk. De ahogyan ez a különleges képességű ember, aki lát a sötétben, vezeti ezt a csapatot a film történetében, mi is el tudunk tájékozódni a világ sötétségében, amennyiben teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből az élő Elohimet, a teremtőnket szolgáljuk, és arra kérjük, hogy az ő bölcsessége, értelme és tudása által, az ő torája által nyissa fel a mi szemünket, hogy lássunk a sötétben. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Huának, halleluja és salom!